az előadás hangolva, és nem biztos, hogy ez a cél, inkább tárgyalmasabb az út. Nagy a hazugságok és a féligazságok spiráljába, hogy teszik el az ember. Arthur Miller az Ügynök halála című drámáját az évad első premierjeként szeptember 16-án mutatja be a Komáromi Jókai Színház társulata. Forgács Péter állítja színpadra, hogy mi is járhat a főszerepet alakító Mokos Attila, azaz Willy Loman fejének belsejében. Szóval zavarba ejtően durva történet, ha úgy veszem. Látszólag nem történik benne úgy durvaság, mint nem gyilkolnak benne, nem a vér folyik, nincs benne, nem tudom én, szexuális szélsőségek, hanem egy család van benne. Hát tudjuk, hogy a legfantasztikusabb dolog, amit az ember kitalált a saját életfeltételéről, az a család, tehát hogy létrehozta ezt a dolgot a család, és a legbizarrabb, a legőrültebb, legelmebetegebb hely a család. Hát minden család őrült a maga módján, és megvannak a saját őrültségei, csak miután az a saját őrültségem, vagy a saját családom őrültsége, abban valahogy benne élek, az nem tűnik fel, a másiké feltűnik, és azt mondja, hogy élhetnek így. Vagy. Na most ez megmutatja pont ezt a családon belüli őrületet, az őrületnek egy színét, vagy egy fontos vetületét, a hazugságot. Körülnézünk a világban, tulajdonképpen mindenki hazudik. Szóval mindig vetítés van, mindig azt mondjuk, nekünk nagyon jó. Vagy hogyha azt mondjuk, hogy nekünk nagyon rossz, akkor is van benne egy kis túlzás. Most, hogyha azt mondjuk, hogy nagyon jó, akkor irigyeljenek, hogyha azt mondjuk, hogy nagyon rossz, akkor sajnáljanak. Szerintem az ember alaptermészetében van az, hogy másoknak és hogy magának is hazudik. Szerzett neki munkát? Mindenkit. Pillanatok alatt feltör. Nyilván, hogy van olyan, hogy fél igazságokon alapunk, és olyan annyira valaki szugerálja és állítja abban a pillanatban, hogy már szinte el is hiszi, és azt mondja, ezzel nem tudom, mit kezdeni, inkább elfogadja, mint hogy napi szinten ölnék egymásnak. Tehát inkább elhallgatják, benyelik, és onnantól kezdve, amíg el is fogadják, mert valószínűleg ez az élet, ez a kisítőség, ez a középszerűség. Ezekről az erős családi sorsfordító eseményekről nagyon nehezen beszélünk egymással családon belül, és nagyon könnyen szaladunk bele hazugságokba, kis hazugságokba, nagy hazugságokba, egyszerűen azért, hogy a család napról napra folyó élete működni tudjon. Ha leakadok ott, hogy most ez így van, vagy nem így van, tehát most apa megcsalta anyát, mert mi azt hazudjuk, hogy nem, miközben tudjuk, hogy igen, és mondjuk ezen, most ha ezen leakadunk, és akkor szétesik, csak nincs reggeli, nincs vacsora, nincs kimosva, ez nem működik az élet. Muszáj eftől inkább belemegyünk egy hazugságba, annak érdekében, hogy ezt a családi, mondhatnám békét, de egyáltalán az egész rendszert működtethessük. Most tűnik, ez erről szól, ez az egyik legfontosabb, amit megragad, hogy egyrészt lássuk be, vagy mondjuk ki, hogy ebben élünk. Az ember nagyon magára ismer, még ha más is az, amit elhazudik, vagy ami olyan neuralgikus, hogy a saját feleségével, fiával, a lányával, testvérével nem tudja megbeszélni. Apa, végig voltatok rendesen? Alig várom. Azért tűntem el? Ami a legnagyobb nehézséget okozza nekem az, hogy ezt a tartalmat nem látványosan adjuk elő a színpadon, hanem minden valahol nagyon mélyen belül történik. Tulajdonképpen nagyon hasonlít a filmes műfajhoz ennek a próba folyamata. Mint hogyha egy kamera lenne fél méterre az arcomtól, és tényleg filmes színészetet juttatja az eszembe. Maga a díszlet, egy ilyen alulnézetből nézett épület, ez tulajdonképpen a Willy Lomannek a feje, és ebben a fejben, vagy ebben az agyban játszódik az egész történet. Innentől kezdve az, hogy egy elemelt térben dolgozunk, innentől kezdve nagyon fontos szerintem az, hogy pontosítani, hogy ki, hol, mikor jelenik meg, és ki van följebb, ki van lejjebb, melyik, milyen erőviszonyok szempontjából, az álomképek szempontjából. Most vagyok egy ilyen kicsi térben, ami hogyha reálisba játszódna, te mint egy otthon lévő háziasszony, háztartást vezető asszony, hogy teszel-veszel. De itt nem tudsz nagyon tenni-venni, mert az meg már nagyon reális a térhez képest, úgyhogy ez meg üti egymást. Az elején bevallom, engem feszélyezett egy kicsit ez a stilizáció, akkor ez a díszlet, nem tudtam elképzelni, hogy néz ki ez lentről, nem naturális a díszlet.
Aztán, amikor nézegettem a próbákat, hogy a többiek hogy nyilvánulnak meg ott, mennyire dobja ki őket a díszlet, akkor úgy kicsit jobban rákap az ember az ízére. Neked nagyon pontosan le kell tisztítani, vagy le kell tisztázni a belső motivációkat, hogy azok érthetővé tegyék, és érdekessé tegyék a néző számára, hogy most mi fog következni. Szerintem nagyon fontos a tény, hogy ennek az eredeti címe a fejének belseje volt. És ugye ezt nagyon sokan nem tudják szerintem, akik ebben nem kurkászkodnak, hogy akkor most tényleg, hogy alakult ki ez, hogy ügynök halála, de az ügynök halála az eladhatóbb dolog. Viszont a fejének belseje, hogyha ezt a címet veszed, én azt is írtam ki nagybetűkkel anno az eredeti szövegkönyvemre, most már kaptunk egy másik változatot, hogy fejének belseje, amiben bármi megtörténhet. Fejének a belsejében nem csupán a jelen játszódik, hanem különféle múltbéli emlékek, nem egy A pontból jutunk el B pontba, hanem közben van nem egy megálló, ami nem is a jelenben van, hanem valahol a múltban, valahol abban az időben, amikor ez a család még kvázi boldog volt. Visszaveszélsz nekem, te rohadt kis patkány, te! Ami nehéz, hogy nem azt, hogy eldönteni, hogy most a jelen időben a múltat játszom. Most úgy játszom a jelen időben, ahogy én szeretném látni, vagy ahogy valójában megtörtént, vagy melyik az a rész, amit ő elfertít. Tehát itt rengeteg lehetőség van, és nagyon könnyű elveszni benne, rendeletesen könnyű elveszni. Ez egy komoly feladat az, hogy ezeket az idősíkokat és meg a szabadságát, ugye, hogy azt a saját agyammal turkálok, és fotókat csipeget ki a fejéből, és ezeket pontosan és minden egyszerűbben. Én inkább annak vagyok egy igaz, ez tiszta, de is inkább egyszerű. Érted? Tehát itt van a nő, itt van a srác, mind a kettő így van rajta, hogy ha-ho, gyere vissza közé, majd nem tudom. Forgás Peti soha nem mutat meg semmit. Soha nem mutat meg semmit. Ő információkkal lát el, és nem kevés információval. És ez nagyon jó, mert tulajdonképpen nagyon széles spektrumú képet mutat az adott helyzetről, és megmutatja, vagy elmagyarázza a bejárható utakat. És hál' Istennek nagyon sokszor ránk hagyja, vagy ránk bízza, hogy melyik utat válasszuk ezek közül. Azokat a rendezőket szeretem, akik partnerként működnek. És ugyanúgy én is tudok rajta filózni, vagy én nekem is vannak gondolataim a szereppel kapcsolatosan, vagy a helyzettel kapcsolatosan, főleg egy ilyen helyzettel, ami egy elemelt térben játszódik. Nyitott a mi ötleteink felé is, ami mindenképpen pozitív, mert ugye minden színész a saját magából, vagy saját megoldásából indul ki. És nem azt érzed, hogy a rendező elmondja, hogy innen A pontból B pontból hova mész, hanem hogy figyelj is, hogyha ez így, tehát hogy partnerként. Vili, hogyha jó idő lesz vasárnap, akkor kirándulunk. Felhagyjuk a sztélvédőt, és ebédelünk a szabadban. Szerintem azért itt az anya egy kulcsfigura. Tehát úgy próbáljuk, hogy a nőnek azért eléggé erős a lénye ebben az egész történetben. Az a partner, aki egyszerűen valahol elcsúszott nyilván a Vili, tehát a Roland, és ő mégis összepróbálja rakni ezt is. Támogatja ebben az álságos, álszent, illetve nem is álszent, hanem hazug, féligasságra alapó családi történetben, és a tartóosztó benne az egész történetnek. És én szerintem ez a Linda, ez azt a típust képviseli, azt a női típust, aki résen van, és irányít, mert kell, hogy irányítsa. Nem tucatember vagyok. Közepes ügynök, aki több szeretne lenni, vagy többnek képzeli. Vagy szeretné, többnek szeretné hinni magát. Én Vili Lomen vagyok, te pedig Biff Lomen vagy. Hát egy átlag ember, igen, így is szokták így apostrofálni, hogy a kis embert van így ilyen. Tehát a klasszikus értelemben kis embernek a sorsát, tragédiáját, a középszernek a tragédiáját írja meg. Ez van ma, de volt 100 éve és valószínűleg 100 év múlva is lesz, hogy vajon az vagyok-e, aki lehetnék. Tehát beteljesítem-e, vagy be tudom-e teljesíteni az életemben mindazt azokat a lehetőségeket, amiket úgy érzem, hogy bennem vannak. Elég 40 dollár, heti 40 dollár. De hova tegyelek be, édes öregem? Hova? Tehát ő dolgozni szeretne, és a világ nem hagyja dolgozni, mert kirúgják, elküldik a munkahelyéről. És én nem amit mondasz, hanem ahogy mondod, mert a személyiség
Az viszi a pálmát! Egyszerűen elszállt az idő valami fölött, amit ő már, azt az iramot ő már nem bírja. És innentől kezdődően csúszik el, és ilyen torzó alakul ki, hazugságok, féligasságok, amik végül irreális és irracionálissá válnak, és innentől kezdve a szkizofénia teljesen közel áll, és innentől kezdve a végeredménye az, hogy ilyen mozzanatok, rövid kisfilmek jelennek oda az agyában, amik végül is nem kronológiailag sorrendben mennek, de valamilyen emotívan nagyon hatottak rá, és ezzel próbálja visszatekintve letisztázni önmagát, és az a letisztázás az egy negatív értelmű letisztázás, tehát egy végeredménye az egy adott, ami nem egy happy end. Ez egész pontosan beazonosítható, és ezt könnyen érezzük a bőrünkön, hogy nagyon könnyen és életkortól és mindentől függetlenül történhet meg velünk az, hogy egyszer csak nem kellünk, egyszer csak azt mondja ki a főnökünk, és egyáltalán a világ, hogy nem kell lesz. És tulajdonképpen aki a munkában nem kell, az nem kell az életbe se. Tehát akkor az életnek nincs nagyon értelme. Hát ő valahol elveszik ebben a hajszában, valahol a megfelelésben, és innentől kezdődően lassan deformálódik. A világnak már nem kell az, hogy én letegyek valamit az asztalra, még csak egy kicsit is, akkor tulajdonképpen az se. Az is felesleges, hogy élek, illetve ha nincs jogom dolgozni, akkor igazából élni sincs. Holnap után felülök a gályára, visszanézek Észak-Amerikára. Átkozott légy Amerika örökre, de sok ember boldogtalan lett benne. Haja, haja, haja.